Kedves kertbarátok, most egy nagyon különleges növényünket szeretném bemutatni, amire borzasztó büszke is vagyok, hiszen mi vagyunk talán az elsők, akik ezt forgalmazzák. Ezek az oldalrügyön termő magyar diófajták. Ez egy magyar nemesítés, amely arról szól, hogy a diót, a normál magyar diókat, az alsó Szent Ivánit, a tiszakécskeit, a milotait, ezeket a diókat keresztezték amerikai, kaliforniai típusokkal, amelyeknek a termés, tehát sokkal kisebb maga a fa, és sokkal több termést hoz. Azért fontos nekünk, hogy kicsi legyen a fa, mert ugye a dió burokfúró légy ellen védekezni borzasztó nehéz, és hogyha a fát akkora méretűbe tartjuk, hogy még oda föl tudjuk rakni a csapdázó ragacslapokat, akkor nagyon könnyen meg tudjuk védeni. Hát, hogy megmutassam, milyen termőképessége van ennek a diónak, nagyon durva. Itt van maga a kis dugvány, ekkora, tehát nekem nincs nagy ujjam, de az ujjamnál nem vastagabb ez a kis diófa. Tessék, van rajta 2 dió, 4 dió. Összesen már ebben az évben 4 diót fog hozni ez a picike fa. Ezt most el lehet nálunk érni, meg lehet vásárolni a webáruházban, illetőleg lesz ilyenünk a nyílt napunkon is. A másik ilyen különleges növény, amit nagyon szeretek, és javasolok mindenkinek, ez az úgynevezett mézalmácska. Ez egy kanadai növény, amely már lehet látni, hogy ilyenkor is kezdi hozni a termését, ez jóval nagyobb lesz és lila. Nagyon finom ízű, hát azért nem olyan, mint egy áfonya, de nagyon finom íze van. Lehet szemezgetni róla egész télen, sőt, ugye, ha nem esszük meg, akkor a madaraknak ez az egyik legfinomabb, bogyós növény. És még azt lehet róla tudni, hogy elképesztően erős. Tehát ennek a növekedési eréje valami brutális. Tehát ez 3 méterre úgy fölnő, mint a sit, és mindenhol el van homoktalajon, kötött talajon, nem zavarja az UV-sugárzás, kibírja a szárazabb időszakot. Tehát mindenkinek mindenhova ajánlom kipróbálásra, egy csodálatos növény, ez a mézalmácska. Köszönöm, hogy meghallgattak!